Jókedvűen mosolyog az úszószövetség rendkívüli közgyűlésére érkező Bienert Gusztáv, a szervezet elnöke. A testületet azért kellett összehívni, mert a vizes világbajnokság után a szövetség több vezetője is lemondott. Ezzel tiltakoztak Bienert elnöksége ellen. Ez a rendkívüli közgyűlés nagy részt rólam szól. Az elnök hamar világossá tette, miért gyűltek össze. Aki ismeri az én szakmai és emberi múltamat, az pontosan tudja, hogy bizalom nélkül nincs legitim vezetés. Ennek okán, tisztelt közgyűlés, én terjesztem a közgyűlés elé a visszahívásom kérdéskörét. Bienert Gusztáv alig 7 hónapja vette át az úszószövetség vezetését Gyárfás Tamástól, aki azután mondott le, hogy konfliktusba keveredett Hosszú Katinkával. Gyárfás Tamás 2 évtizedes elnöksége alatt Bienert Gusztáv szerint gazdálkodási kupleráj volt a szövetségnél. A kupleráj nem is, de kisebb botrány kialakult a közgyűlésen is. A 4-szeres olimpiai bajnok Darnyi Tamás azt szerette volna, ha Bienert az úszószövetség mellett a közgyűlés vezetését is átadja, ő azonban erre nem volt hajlandó. Dr. Sándor Eleket javaslom továbbiakban a közgyűlés levezetésére. Kérem, hogy szavazzunk erről a javaslatról. Köszönöm szépen, a javaslatot hallottam, nem kívánom átadni a levezetésnek a felelősségét, kérem, és a jogást másnak. Az alapszabály ide vonatkozó rendelkezése érdekében jön, ez az jön elnök egy javaslat arra, kérlek, ebben az esetben szavaztasd meg a közgyűléssel. Még nem tartunk itt, kedves Tamás. Az elnök több küldött kérését megtagadva kitartott amellett, hogy ő vezeti le a közgyűlést. A résztvevők emiatt felálltak és hátat fordítottak Bienertnek. A 10 perces közjáték után végül mégis Darnyi jelöltje lett a levezető elnök. Bienert távozását is már ő jelentette be. 141 igen szavazattal a közgyűlés dr. Bienert Gusztávot visszahívta elnöki tisztségéből. Több küldött is azt szeretné, ha egy úszó lenne a szövetség új elnöke. Erre azonban még több mint 3 hetet várni kell. A Magyar Úszó Szövetség vezető tisztségei a közgyűlés után betöltetlenek maradtak. A szervezet új elnököt, elnökségi tagokat és főtitkárt is a szeptember 24-ére halasztott közgyűlésen választ majd. Az Úszó Szövetséget most ideiglenesen a szakmai alelnök irányítja. Gyömere Máté, RTL Híradó, Budapest.